Jó napot kívánok! Tajvan történetében a japán gyarmatosításnál tartunk. Eddig szó volt ugye arról, hogy hogyan rendezkedtek be a japánok, szó volt arról, hogy miként alakították át a tajvani gazdaságot, szó volt arról, hogy az egészségügyben milyen intézkedéseket hoztak. Most pedig megnézzük, hogy az őslakos politikájuk milyen volt. Ugye az őslakos Tajvanon ez egy teljesen más társaság, mint a han kínai, a han kínai bevándorló, teljesen más nyelvet beszél, más kulturális szinten van, más szokásokat követ, és ennek megfelelően az őslakosokra a japán korszakban is elég nehéz idők jártak. A japánok nem tartották őket egyenrangú alattvalóknak, még a kínaiakkal sem, tehát nyilván a hierarchia csúcsán Tajvanon a japánok álltak, ebben a korszakban összesen 50 ezer japán dolgozott, élt, tevékenykedett Tajvanon, ők töltötték be a vezető pozíciókat. A társadalom többségét kitevő han kínaiak voltak mondjuk a, a középszintű alattvalók és legalul voltak, a társadalom legalján voltak, és a jogi-politikai hierarchia legalján voltak az őslakosok, akiket nem is mindig emberként kezeltek, ugye a, a szokásos megnevezésük az széipán, vagyis mondjuk ilyen nyers, barbár, vad volt. Amikor a japánok hatalomra kerültek, akkor 1905-ben csináltak egy népszámlálást, ez 45 ezer valamennyi őslakost számlált meg a síkvidéken. Ők jelentős részben asszimilálva voltak, tehát a következőkben elmondott intézkedések, amik az őslakosokra vonatkoztak, rájuk nem vonatkoztak, mert ők gyakorlatilag már a hanokkal voltak egy színben. A hegyvidékeken élő őslakosok számát pedig 113 ezerre tették, nyilván őket ezért nehéz volt megszámolni, hiszen a, a hegyvidékek az első években nem álltak a japánok kontrollja alatt, nem fizettek nekik adót, nem engedelmeskedtek a japán hivatalnoknak, hivatalnokoknak. A, az első indézkedése a japánoknak az az volt, hogy rezervátumokat jelöltek ki az őslakosok számára, tehát megmondták, hogy hova mehetnek, hova nem mehetnek, hol folytathatják az életmódjukat, hol nem folytathatják. Aztán ezek a kijelölt területek, ezek a, ezek a rezervátumok szűkülni kezdtek. 1906-ban érkezett egy új kormányzó, megint egy katona, egy Sakuma-Samata nevű tábornok a szigetre aki a vadak alávetésére egy öt éves tervet dolgozott ki. Ez a terv 1910-től 15-ig volt hivatott megoldani a vad kérdést, az őslakos kérdést. Ez lényegében azt jelentette, hogy az őslakosokat a lehető legkisebb területekre szorítják be. Az addig az őslakosok által lakott hegyvidékek nagy részét megnyitják a fakitermelők, a magánfakitermelők előtt, tehát azokon a területeken, ahol eddig az őslakosok vadáztak, gyűjtögettek, éltek, oda, ott megjelentek a japán favágók, vagy pontosabban a favágók azok kínaiak voltak, csak a főnökeik voltak japánok, és amit lehetett, azt pedig megnyitottak a, a, földművelés előtt is a hegyvidékeken. Na most a benszülöttek, őslakosok természetesen ellenálltak, különösen az atajálok, a legnagyobb az egyik legnagyobb törzs, illetve a bununok, úgyhogy ez a terv, ez egyáltalán nem békés eszközökkel dolgozott, hanem lényegében egy rendkívül brutális hadjárat sorozatot jelentett, aminek során számtalan benszlőttet megöltek, számos falut leromboltak, a sziget történetében ekkor hajtották végre az első légitámadást. A, természetesen a japánok bombázták az őslakosokat, és nem fordítva. És amikor a terv befejeződött, akkor az addigi hegyvidéki független falvak közül 550-et alávetettek és becsatoltak a japán közigazgatású területekhez de még mindig volt a legmagasabb hegyvidékeken, a legtávolabbi területeken 120 olyan falu, ami tartotta magát, a, még a terv végén is, meg a hadjáratok végén is, őket majd a következő években fogják egyenként begyűrni a japán közigazgatásba. Tehát tulajdonképpen az, ami a kínaiaknak nem sikerült az uralmuk 200 éve alatt, hogy a Tajvani hegyvidéke is kiterjesztik az uralmukat, azt a japánoknak tűzzel, vassal sikerült. És miután elfoglalták lényegében az összes területet, utána megindult az őslakosok földjeiknek a, a elvétele, kisajátítása, mint említettem, egyre szűkebb rezervátumokba zárták őket, a rezervátumokban is, ugye nem szabadon élhettek, hanem e, ott kaptak a nyakukba japán hivatalnokokat, meg rendőröket, akik próbálták őket átszoktatni a földművelésre, a, a és próbálták őket úgymond megcivilizálni, még hozzá kifejezetten brutális, erőszakos módon. Erre utal egy olyan adat, mi szerint ezek lesz az 31-ben, tehát már jóval benne járunk a japán gyarmati időszakban. Ekkor a hegyvidékeken, az őslakos területeken 57 főre jutott egy japán rendőr, míg a síkvidéki területeken, ahol a kínaiak éltek, ott 963 főre jutott egy rendőr. Tehát jóval szorosabb kontroll alatt álltak az őslakosok, de emellett is ugye számos problémájuk volt. Lényegben nem emberként kezelték őket, hogyha dolgoztatták őket, akkor de félig kényszermunkára alkalmazták őket minimális bérért, zaklatták őket, állandóan elvették, amik van, az erőforrásaikat kísérletították, elnyomták őket, tehát kifejezetten embertelen politikát folytattak a japánok. Ennek is volt köszönhető a tajvani történelemben a legnagyobb japán ellenes lázadás, az úgynevezett Musa incidens. A musát ezt kínaiul kínai Wuxue-nek ejtik, úgyhogy hús incidensként, Wuxue sötényként is ismert. Ez a hús, ez egy falu, illetve a környéke a tajvani hegyvidéken. Itt a Szedik nevű törzs élt ezen a, a, a környéken. A Szedikek nem olyan nagyon régen lettek egyébként, már a 2000-es években lettek elismerve önálló törsként, korábban az atajálokhoz sorolták őket, ezért a korábbi szakirodalomban, könyvekben még atajálként említik ezt a, a felkelést, például Jordán Gyula könyvében is atajálokként vannak emlegetve, de valójában ők szedikek voltak, most már tudjuk, és most már nyilván ők mindig is tudták, mindig is szedik identitásuk volt, és nem szerettek volna atajálok lenni, de most már hivatalosan el ha hivatalosan is el vannak ismerve szedikeknek, és hivatalosan is a, a Musa incidens a szedikekhez e, sorolja, a köti a, a történeti írás nem az atajálokhoz. Itt a helyi törzsfőnököt úgy hívták, hogy Móná Zsútaó, más néven Zsútaó Pály, kínaiul is Móná Lutaó. Na most a, a, ennek a törzsfőnöknek a fiának esküvője volt, és hát nagy buli volt, és hát itt a helyi japán rendőrfőnök is jelen volt, és hát ott az esküvő helyében a papa megkínálta a helyi japán rendőrfőnököt e, itallal, hogy kocincson a vőlegény egészségére, koc kocincson a vőlegényjel. A japán rendőrfőnök ezt visszautasította azzal, hogy tisztátalan a keze ennek a, a törzsfőnöknek. Most ezen nyilván a törzsőnök marhára megsértődött, tehát ez egy nagy bunkóság, egy esküvő nem kocintani a vőlegényel, a vőlegény egészségére. Úgyhogy ebből egy kisebb csetepaté lett, amiben a rendőr főnök meg is uh, sebesült. Egyébként ez a Mónás úta, ez nem egy ilyen klasszik uh, vadember volt, hanem ő egy viszonylag képzett figura volt, olyannyira, hogy annak idején ki lett választva más törzsönökökkel együtt, hogy Japánban egy tanulmányutat tehessen. Tehát ő még Japánt is megjárta, nyilván az ilyen tanulmányutak azt szolgálták, hogy megmutassák a benszülötteket, hogy mennyire jó dolog Japánnak lenni, és hogyha elfogadják a japán felhatóságot, akkor ők is majd olyan jól fognak élni. Tehát a Mónás Utaó az egy úgymond civilizált és japánbarát törzsönökként volt számon tartva, viszont hát ezt a sértést nem tűrhettem, úgyhogy úgy tűnik, hogy bosszút esküdött. Minden esetre néhány héttel később, 1930. október 27-én egy sport sporteseményre került sor itt Musánál, egy pontosabban egy sportpályát nyitottak meg, egy sport esemény kísérletében, ahol a helyi japán elit is megjelent, tehát a japán megyefőnök, meg a rendőrfőnök, meg a rendőrök, meg mindezek, meg a hivatalnokok, meg a családtagjaik, és ahogy vonták föl a japán százlót egyszer csak előugrott a sportpályát övező bokrokból 400 szedik harcos, és lemészárolta a japánokat, összesen 134 főt, így gondolták, bosszút állni a törzsönöket ért sérelem miatt. Most ez a, az incidens, ez sokkolta a japánokat, mert nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy az ő gyarmataikon lemészárolják a japán helytartókat, meg a japán hivatalnok apparátus embereit. Ráadásul ez a, a Szedik Társaság, ez egy civilizált törzsnek volt számon tartva, abban az értelemben civilizált, hogy őket úgy tartották számba, hogy velük már nincsen gond, ők már átvettek egy csomó japán szokást, és elfogadták a japán értékrendet, meg a japán fel, felhatóságot. Ugye 1930-ban vagyunk, tehát zajlik javában a, a gazdasági világválság, ami Japánt is súlyosan érintette, Japánban is gazdasági problémákat okozott, meg a japán gyarmatbirodalomban is. Tehát egy olyan időben történt a, a, az incidens, amikor Japánnak amúgy is egy csomó gondja volt a, a saját határain belül is, meg a gyarmatain belül is, ahol e, egy ilyen precedens, vagy a japán gyarmatosítókat csak úgy le lehet mészárolni, az ugye felbátoríthatta volna helyi nemzeti mozgalmakat elsősorban Kóreában, Úgyhogy elhatároztak, hogy véres bosszút állnak. Ez meg is történt. 3000 állig felfegyverzett katonát vezényeltek a környékre, akik szépen szisztematikusan kiirtották a lázadókat is, meg a környéknek az egész lakosságát. Itt összesen 501 néhány ember élte túl a szedékek közül ezt a, a, a mészárlást, és utána még hetekig, hónapokig tartott a tisztogató kampány. Akit találtak, és valamilyen módon fölmerült, hogy kötődik a Mónás azok azokat szépen kivégezték, és persze annak rendjén, mondja szerint, a jegyzőkönyvben ilyennek, eh, kerültek be, hogy a árva eh, a gyerekek és az asszonyok eh, felakasztották magukat, és utána még magukra gyújtották a kunyhót. Eh, nyilvánvalóan, hogy összességében. Eh, egy rendkívül kemény népirtásra került itt sor. Maga a Zsúteó pály fogott egy pisztolyt és főbelőtte magát, amikor az ugye veszni látszott. A holtestét évek után, 33 ban találták meg pontosan a maradványait. Bevitték a Taihoku Császári Egyetemre, ami azóta a Tajvani Nemzeti Egyetem, Néven működik, és itt a földi maradványait kiállították a régészeti tanszéken okulásul, hogy így néz ki, ez marad egy barbár lázadóból. Aztán amikor a Komintang át, átvette a hatalmat, akkor egy raktárba vitték az egyetemen a csontjait, és végül 1974-ben, tehát nagyon későn engedték eltemetni. Ezzel a vérengzésnek még nem volt vége, 31 tavaszán sor került a második musa incidensre, amikor is a japánok felbíztatták azokat a, a rivális törzseket, akik ott a szedikek környékén éltek, hogy ők is nyugodtan megtámadhatják a szedikeket, és elvehetik a földjeiket, úgyhogy szépen a barbárok, a barbárok ellen régi kínai, Stratégiát alkalmazva, a japánok itt már nem szennyezték be a kezüket, hanem elvégezték a piszkos munkát, a maradék szedikeknek a, a lemészárlását. Ez több ezer ember érintett a, a, a többi barbár néppel. Ez volt tehát a második musá incidens. Ő itten, itt, a középső figura Zsuta Hát ő már ilyen nemzeti népi hősnek számít Kínában, bocsánat Tajvanon. Látni fogjuk, ez itt a húsá körzetnek a központja, még a mészállás előtt, utána sok minden nem maradt belőle. Ők pedig a japán katonák, akiket hát ilyen gépesített lövegekkel, meg a legmodernabb felszerelésekkel támadtak az őslakosokra. Például ekkor hajtották végre. Ázsia történetének az első vegyi támadását, a japánok mustárgázt vetettek be a szedikek ellen. Itt pedig a japánok által levágott lázadó fejek, japánok által valószínűleg felakasztatott eh, lázadók vagy lázadással gyanúsított eh, őslakosok. Ők pedig a rivális őslakosok, akiket azért hívtak össze a, a japánok. Itt a japán tiszteket látunk hogy felbúzdítsák őket a szedikek, a lázadók elleni harcra, ugye a második musa incidens idején. Tehát ezt a, a, mozgalmat kőkeményen vérbe folytották, viszont mint a legnagyobb felkelés a japán uralom ellen, és a legnagyobb hatású japán uralom ellen bevonult a tajvani történelembe, azóta is rendszeresen megemlékeznek róla. Ez itt egy legújabb kori Ilyen tüntetés, ahol láthatjuk, hogy az őslakosok mit követelnek. Jaoqiu Zheben Chengfu. Tehát követeljük a japán kormánytól, hogy Gunkai kai taiwan yuan zhu min tao -tian. Kérjenek bocsánatot nyilvánosan a taiwani őslakosoktól. Gyívánt kártérítést is szeretnének, de ugye ezt az incidenst a japánok, mint egyébként oly sok más incidens, hajlamosak a szőnyeg alá ö, söpörni, és például még nem kértek nyilvánosan bocsánatot. Itt az első transzparensen meg ugye az van, hogy Mónál ez ezért Mónál útaó, az ő szelleme husz nem hal meg. Tehát Mónás útaó szelleme örökké él. És hát. Ö, a 20. század egyik legnagyobb hőse lett Mona Zsutaobor, így utólag. Róla készült például minden idők legnagyobb költségvetésű tajvani filmje, a Szivárvány harcosai. Ez a film a Musa incidenst dolgozza fel. A producere az a, egyébként kínai származású, de amerikai John Wu, aki számtalan hollywoodi blockbusternek az akció rendezője, vagy a producere, vagy a rendezője, és Kínában is rendezett ő a Vörösfali csata, a Red Cliff című filmet ő rendezte, tehát ezeknek a nagyon-nagyon látványos, nagyon költséges akciófilmeknek a, a specialistája. A szivárványharcosok vagy szivárványharcosai e, filmet pedig a kritikusok a rettenthetetlenhez, meg az utolsó mohikához szokták hasonlítani. A másik kép a Musa incidens emlékparkját park, ábrázolja, ez itt Móná Zsútau szobra, tehát még szobrot is kapott neki, mögötte az emlékmű, itt egy egész emlékpark van a, a, a környéken ennek az eseménynek szentelve. Ez pedig egy 20 dolláros, 20 eh, Taiwan dolláros, aki nem más van, mint ugye Móná Lutau. Mónás zsútaó. Tehát, hogyha elmegyünk a boltba, akkor tudunk Mónás fizetni. Ez egy ma is uh, forgalomban lévő uh, érme. A hátulján egyébként uh, őslakos, sok által készített kenuk vannak egy másik törzs uh, alkotásai. A Musai incidens ugye sokkolta a japán kormányzatot, viszont nem voltak úták a japánok, tehát levonták a, a következtetéseket. Rájöttek, hogy valamit elrontottak, hogyha még ezek a legkultúráltabb, legcivilizáltabb őslakosok is ilyen gyűlölettel fordulnak irántuk. Úgyhogy a, miután a vérengzés befejezték, onnan egy sokkal szelidebb, enyhébb politikát alkalmaztak az őslakosokkal szemben. Például az addig barbárnak, vadembernek, nyers, vadnak nevezett őslakosokat elkezdték takaszagóként, ilyen törzsi népként, vagy magas-hegyi, magas hegyvidéki népként emlegetni, tehát az elnevezésük és a róluk való gondolkodás is megváltozott. Illetve arra is rájöttek a japánok, hogy sokkal puhább eszközökkel nagyobb eredményeket érhetnek el. Tehát elkezdték kulturálisan átalakítani, megnevelni az őslakosokat. Például kitalálták, hogy megtanítják őket japánul. egész eddig nem nagyon törődtek azzal, hogy az őslakosok tudjanak japánul. A kínaiakat meg akarták tanítani, de az őslakosokat annyira nem tartották embernek, vagy legalábbis egyenrangú embernek hogy meg se próbálták igazán japánul, vagy bármire megtanítani őket. Most a, a Musa incidens után vad iskolai építési és eljapánosítási törekvés kezdődött. Az eljapánosítás alatt persze csak a, a, japán nyelvnek, meg a szokásoknak az átvételére gondolok. De a cél az volt, hogy Japánt használják a törsek egymás között a kommunikálásra, nyilván a japánokkal, japán urakkal való kommunikálásra, illetve a kínaiakkal való kommunikálásra. Ugye a 40-es évekre már volt 180 iskola a takaszagó területeken, ezekben járt nagyjából 20 ezer iskolás gyerek, tehát miután itt egy ilyen 100 néhány ezres társaságról van szó maximum, ezért azt lehet mondani, hogy a gyerekeknek a nagy része már tudott iskolába járni. Tehát itt nyilván nem nagy doktorokat, meg csúcs értelmiségeket neveltek belőlük, de alapvető japán nyelvi ismeretekre, matematikai, természettudományos ismeretekre, ilyesmire megtanították őket. Meg az oktatás mellett az egészségügynek a vívmányait is kiterjesztették a takaszagókra, Összesen a korszak végére már 42 klinika rendelőintézet működött, viszonylag modern eszközökkel képzett orvosokkal a takaszagú területeken. A puhá politikának meg is lett az eredménye, érdekes módon a II. világháborúban a törzsi népek, már a japánok lelkes támogatói voltak, hát nyilván nem a szedikek, akinek a nagy részét kijaptották, alig élték túl a, a musá-mészállás, de a többi törzs, akik ellen hasonló leszámolás nem indult, azok értékelték azt, hogy a, a japánok már nem csak kihasználják, kizsákmányolják őket, meg az erőforrásaikat, hanem be is fektetnek az ő egészségükben, meg oktatásukban. Úgyhogy amikor a japánok meghirdették, hogy takaszagó fiatal emberek beléphetnek a japán császári hadseregbe, akkor sokan jelentkeztek. A japán császári hadsereg a korabeli Ázsiában kifejezetten menő dolognak számított, tehát hogyha valaki beléphetett a hadseregbe, az ugye kapott szexi egyenruhát, meg zsoldot, meg kapcsolatokat építhetett, meg egy csomó dolgot megtanult, meg annak ugye respektje lett a, a falujában, meg a japán uh, urak, uh, kormányzók, uh, hivatalnokok részéről is. Tehát a hadseregbe való belépés az egy uh, fontos felemelkedési út volt a gyarmati lakosságnak, és uh, nem is nagyon engedték egyébként a japánok, hogy bárki belépjen a seregbe. A takaszagókra viszont a japánoknak szükségük volt, mert hogy ugye pont olyan területeket támadtak meg Dél-Kelet-Ázsiában, Óceániában, ahol szükség volt jó dzsungelharcosokra, felderítőkre, a, a legveszélyesebb feladatoknak az ellátóira. Úgyhogy megkérdették, hogy tajvani takaszagok jelentkezhetnek a császári hadseregbe, és ők tömegével ezt meg is tették. Összesen 7-8 ezer tajvani őslakos harcolt a japán császári seregben, japán színekben, és a jelentős részük egyébként meg is halt, ugye az egyharmaduk, 30 uk élte túl a, a második világháborút ezeknek az önkénteseknek. És hangsúlyozom, hogy itt önkéntesekről volt szó, tehát nem besorozott katonákról, hanem olyan fiatal emberekről, akik be akartak lépni a japán császári hadseregben, és itt ugye mindenféle japán feljegyzés arra utal, hogy nagyon meg voltak elégedve velük a japán tisztek, mert rendkívül lojálisak voltak, hűségesek voltak, engedelmesek voltak, és hálások voltak, amiért ilyen menő helyen lehetnek, mint a japán császári hadsereg. Erre egy példa az, hogy 1974-ben egy indonéz szigeten találtak egy túlélőt, egy japán katonát, aki szépen épített magának egy kunyhót, és ugye már majdnem 30 éve véget ért a második világháború, de ott szépen őrizgette az egyenruháját, szárazon tartotta a puskaport, tisztán tartotta a fegyverét, és várta, hogy jöjjön az ellenség. De most ez a, a katona, ez, a, ez nem... Egy japán volt, hanem egy takaszagú önkéntes volt, tehát egy tajvani őslakos önkéntes volt, aki annyira hozzá szocializálódott a japánokhoz az alatt a néhány hónap vagy év alatt, amit a hadseregben töltött, hogy ilyen kincs, ami nincs szerű módon ragaszkodott a fegyveréhez, az egyenruhájához, a hűségéhez, Azután is, hogy semmiféle információt 30 éven keresztül nem kapott a háború kimeneteléről. Ennyit az őslakosokról. A következő előadáson kínai politikai, polgárjogi mozgalmakkal folytatjuk.